A BKV előre csapott a 7-0-ra kikapott, és mellettem pedig itt áll a vezetőedzője, Menceles Iván. Hogyan értékeli ezt a találkozót? Hát ez a mérkőzés nekünk nagyon nem jót jókor. Hát egy más sebességű csapattal találkoztunk, mint ez idáig találkoztunk. Úgy érzem, hogy mi minden csapat részébe ez az Ajka megérdemelte még ilyen arányba is a győzelmet. Mit mondott a játékosoknak az öltözőben a mérkőzés után? Hát a mérkőzés után, hogy emeljék fel a fejüket, mert pontosan azt mondtam, hogy inkább egyszer kapjon ki egy csapat 7-0, mint 7-1-0. Megpróbálunk azért ebből a óriási vereségből valahogy felépülni jövő hétre, mert nekünk nem az a célunk, mint az Ajkának, mások a lehetőségeink. Itt még a cserejátékos is nagyon-nagyon jól játszott, itt bebizonyította, hogy kétszer ültette le a védőnket. Úgyhogy azt kell mondani, hogy mások a céljaink, és ez látszott is a mérkőzésen, hogy két nem egy súlycsoportban lévő csapat találkozott egymással. Nagyon szépen köszönöm, és hát akkor fel a fejjel. Köszönöm szépen az interjút. Én is így gondolom. Az Ajka 7-0-ra verte meg a BKV előre csapatát, és Inder Szabolcsal beszélgetek arról, hogy hogyan értékeli ezt a találkozót, és mennyire örül ennek a sikernek. Ami a legfontosabb, hogy gratulálok a csapatnak. Csapatnak köszönhetjük, hogy újabb sikert értünk el, mindenki azt csinálta, ami a feladata, az lejött, ez majdnem végig működött. Sok gólt rúgtunk, végre kiszolgáltuk a közönségünket, hiszen az előző hetekben azért volt olyan mérkőzés, amikor a szurkolók elégedetlenek voltak, de én szerintem a mai nap nem kell senkinek elégedetlennek lenni. Én természetesen mindig van az emberben egy kis hiányérzet, de mondom, ami a legfontosabb, hogy jól játszott a csapat, és gratulálunk kell a csapatnak. Az utóbbi mérkőzéseken tényleg egyébként rengeteg gólt rúgtatok, és nem is kaptatok találatot. Ez minek köszönhető? Hát remélem, hogy annak, hogy minden héten keményen edzünk, másik pedig az, hogy minden héten nagyon komolyan készülünk az ellenfelekre. Én szerintem most is jól felkészültünk, több felvételüket láttuk, megnéztük, hogy milyen gyenge pontjaik vannak, de ez csak egy szegmens, a többi része inkább az, hogy a csapat nagyon jól megvalósította azt, amit elképzelt a szakmai stáb, és amit elképzeltem. Nagyon sok minden visszaköszönt, és szerencsére ez lett a vége. Hát én szeretnék gratulálni, és még annyit még elmondanék rengeteg ajkai futballszerető nevében, hogy előre is Isten éltessen Szabolcs, ugyanis most volt jövő héten betölteni a 44. életévedet, és ezúton is szeretnék gratulálni ehhez is. Úgyhogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen.